the vision clear though. Jaj, de sötét vagyok, gyerekek! Várjatok, kicsit világosítsunk. Na, hát így sokkal jobb lett, tényleg mindenkinek jobb lesz így. Na, tök jó. Na, hát szépséges jó reggelt mindenkinek, így közel 10 órakor, vagy 10 el... 10 már bőven elmúlt. Elmúlt. Még beszélni se tudok, én még fel se keltem. Na, hát az a lényeg, srácok, hogy a mai videóba egy motiváció videóval készültem nektek, mert úgy gondoltam, hogy így korán reggel, hogy kávézgatok, ez amúgy kakaó, akkor csinálok nektek egy videót. Özsenke iskolába, mindig azt kérdezitek, hogy nincs a gyerek iskolába. Na most egy videó nem annyira sok idő, hogy ne kelljen a gyereknek iskolába venni, szóval jár a gyerek iskolába, ne aggódjatok. Na, de nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy a Mutelnak szülinapja van. Mutel! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Imádlak! Na, jó van, menjél innen! Na és hát az a helyzet, hogy hát ilyenkor mindig gyönyörű szépek a napjaink, ugye? Meg mindenkinek ilyenkor jön a felhajtás, meg jönnek a családtagok, meg ünneplünk, meg tortát felvágunk, és amúgy rohadtul kedve nincs soha senkinek ehhez. Szóval mi soha nem csináljuk ezt, mert rohadtul unalmas a képmutatói szarság, és szerintem nem egyedül vagyunk vele. Mi igazából minden nap próbálunk jó kedvet árasztani, és nem akkor ünnepelni meg minden szar, amikor azt kell. Mint Valentin napkor szerelmesek vagyunk, azt a év többi napjában meg nem. Ami a mondani valója ennek a videónak legalábbis, amit én szeretnék az az, hogy hát eléggé elfajult a világ olyan téren, hogy tökéletesen megmutatja YouTube-on is, vagy Instagramon is azokat a dolgokat, amiket te is szeretnél. Mindenkinek tökéletes az élete, mindenkinek nagyon szép minden. De nem biztos, hogy mindenkinek annyira tökéletes az élete, mint amennyire te gondolod azt. Hidd el, még nekünk sem. Senkinek. Senkinek nem az. És itt egy élő példa rá most, hogy itt van anya szülinapja, és pár éve majdnem anya itt hagyott minket sajnos. De túlélte. És itt van velünk, és azóta is sajnos járnia kell kivizsgálásokra, meg minden szarságra, és pont ma is el kell menni egy kivizsgálásra, szóval a szülinapján mi kórházba fogunk menni, és menni. Szóval a szülinapján is kórházba fogunk menni, mert éppen most kell kivizsgálás, és azért is gondoltam, hogy ezt felveszem, mert nem annyira érdekes a kórház, főleg nekem olyan iszonyom van tőle, hogy elájulok, de szeretném azt mutatni nektek, hogy ne húzzátok le magatokat azzal, hogy a másiknak mennyire jó élete van, nekem meg nagyon rossz, mert mindenkinek megvan az a dolog is, ami miatt rossz lehet az élete, csak a hozzáállás nem mindegy. Tehát nem feltétlen akkor leszel boldog, ha megvan minden cuccod, vagy rohadt sok pénzed van, ha szimplán jó kedved van, meg ha például jól vagy lakva, az már egy ugyan jó pozitív dolog, legalábbis én szerintem. Na, úgyhogy, vágjunk bele a napi vlogba, lesz elég sok minden ahhoz képest szerintem ezen a napon, de most megiszom a kávét, ami amúgy kakaó, na mindegy, de hogy nagyfiú legyek kávénak mondom, és akkor megyünk. Ta-da-da-dám! Ez a szülinapi szettem. Jó vagyok? Jó. Hát ebbe voltál tegnap is. Csak viccelek, csak viccelek! Csak viccelek! Na hát amúgy menesleg, meg bocs, mert még mindig le van tiltva a komment szekció erről. Van egy videónk is, ott fenn most megnézheted, de nem mi csináljuk. Tehát érdekelne a véleményetek, meg izé. Csak hát a YouTube úgy gondolta, hogy ne érdekeljen. Ez most ilyen gyors montázs lett volna, de elrontottad, mert belemosolyogtál. És akkor most mi van? Semmi, csak mondtam. Na mindegy. Én nem tudom elrontani. Még nem én tudtad? Szeretlek a szerénységed miatt. Na hát amúgy megmondom nektek őszintén, hogy én a kórháztól meg a vértől nekem olyan fóbiám van, és én úgy rosszul vagyok, hogy én vérvételen anyával szoktam lenni, hogy pofozgasson, mert én ájulok. Tehát annyira. Hallgass már! Megfogja a kezemet. Szóval nagyon para. Úgyhogy hát most elkísértek, és reméljük, hogy nem leszek rosszul. Ha elájulok, először vegyél fel. Oké. Okay. Először vedd fel, és aztán majd rendben. Pofozgass fel. Rendben. Egy videót megér. Egy videót megér, legalább megcsináljuk jó clickbaitesre. Elájultam a kórházba anya szülinapján. Tök jó lesz. Itt vagyunk az udvaron.
Én már kezdek szédülni. És megbeszéltük, hogy Patrik nem fér a lifttől, úgyhogy lifttel megyünk, nem lépcsőzünk. Mert Domi fél a lifttől, de nem tudom, miért suttogunk. Na mindegy. Ne hallja senki. Igen. Egy óra volt sok, de ez bőven elég volt. Még élek. Nem ájultam el, a vércukrom se esett le. Mondjuk az amúgy se szokott, na mindegy. És most húzunk gyorsan, mert már így is késésben vagyunk. Hát nem gondoltuk, hogy ennyire elhúzódik, de még így is meg lett sürgetve a dolog. Mert rendesek Kimberly... voltam. Igen, tényleg rendesek voltak, szóval nagy pacsi. És... ahogy képest, hogy indult. Igen, és Kimberlyt most meg visszük takarítatni. Szóval ő is meg fog újulni most az őszülinapja alkalmából. Így van. Ennyi. Na itt vagyunk. És Kimbi most meg fog tisztulni. Hello Kimbi! Legyél tiszta! Nagyon szép leszel. Hú, inkább nem is veszem. Na, 2 óra. És mi történik? Jaj, de sejtelmes vagy, és nem is sejtem. És, most és nem is olyan tudod. Annyira rossz nekem. Nem tudod mi, biztos tudom. Nem tudod. Fogalmam sincs, mi lehet? Nem tudod? Nem. Ne van öltöz. Megyünk masszörhöz. Nem mondom! Bizony! Annak biztos örülni fog, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az első ajándék az lesz, ha 2 órától 3-ig a masször kényezteti. Szóval öltöz, van 9 percünk, hogy odaérjünk. Megyek. Bekenik a tested olajjal. Pedig kérdezni akartam, hogy hívjam, vagy ne hívjam. A masször az néni. Az határozott a néni, úgyhogy ti férfiak, akik nézitek, ne féltékenykedjetek. De nem jobb egyik férfinak sem most. Nem keni be senki a testét olajjal. Néni keni be. És a néni ugyanannyi idős, mint ő, úgyhogy akkor nem is néni. Tehát... így van. Ebből jól kivágtad magad. Hát akkor büszke most menjünk. Érezd jól magad egy óra múlva, köszönöm Tali. Köszönöm szépen. Hallóka! One hour later. Mr. Özsön? Hogy nem beállsz a kapuhoz. Hát álljál már be a kapuba, komolyan mondom. Na várjál. Na gyere, szálljál befele. Anya már ott van a izé? Igen, mindjárt megyünk érte. Igen, hívtam anyát kétszer. Hogy? Hát hívtam anyát kétszer, de nem vette fel, és amikor másodjára hívtam, akkor meg gondoltam, hogy... mi a fenének hívtad kétszer? Hát mert nem tudtam elvezni fel, de másodjára, amikor hívtam, gondoltam... máskor meg mindig engem hív először, na mindegy. Oké, okay, tök mindegy. Akkor most menjünk és lepjük meg Özsönt is, Özsön kap hambit. Ja, igen, tényleg azt mondta ja, anya. Ja, igen. Ilyen kávolykodok kicsit. Aha, nagyon jó. Várjál, vegyem már pulcsit, mert úgy rajtad is van is olyan vízére. Köszönjük, sziasztok! Tessék Özsönke, jó étvágyat! Ez nagyon gyors volt, életünk leggyorsabb hambi kikérése volt. Azt tanácsolom, hogy ezt a részét a videónak edzők ne nagyon nézzék, hogyha éhesek, akkor nyugodtan, de amúgy ne szerintem. Annyi. Na milyen volt? Nagyon jó. Szuper. Nagyon király. Köszönöm. Nagyon szívesen. Boldog szülit. Feltöltöttem. Feltöltöttem. Vettünk neked is húsit. Szuper, köszönöm szépen. Nagyon király, még megyünk egy helyre, ott még kapsz ajándékot. Nem mondod. Biza. Még van ajándékom. Biza. Komolyan mondod? Really nigga? Tőle. Really nigga? Biza. Biza. Úgyhogy most oda megyünk, és akkor utána mehetünk haza. Hajrá. Oké. Okay. Really nigga? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tadám! Hát a kávét azt szereti, meg volt egy könyv, amit nagyon szeretett volna már vagy fél éve. Úgyhogy boldog szülinapot! És ezt kerestem!
néztem, és nem volt. Azért, mert mindent megvettük. Jaj, nagyon szeretik egymást. Téged senki nem szeret. Na hát kapott 10.000 forintot, ami már régi 10.000 forint, szóval azt nem lehet beváltani, de kapott szervotlaszt. Bizony. A doktornő most már ledoktorál. Most gratulálok. Már rendelek. Rendelek. Jaj, Özsenke inkább hazafut. Hello, nézd, ott van Sanyika. Hello, na őbe menjünk. Hú, de tele vagy, ha megérte megvenni ezt a könyvet, hát tele van pénzekkel. Later. Jaj, de szép lett. Nagyon szép lett, Kimbi. Na nézzük. Nézzük. Ember. Várja. Jó az illat. Nagyon jó az illat. Nagyon király. Perfekt munka. Na hát srácok, innen a tengerpartról köszönök el tőletek, így a videó végén. Anya meg fog maradni, minden király vele, mag egészséges, meg ilyenek, úgyhogy nagyon király, hogyha nem tudtok kommentelni, akkor sajnálom, még mindig nem rajtunk múlik. És akkor hát itt van Domi Food, friss, egészséges, magyaros. Finom. Ne kamerál. Finom. Harcsa bajusz. Jó étvágyat kívánok, boldog szűnapot kívánok. Még egyszer, köszönöm szépen az ajándékokat, és akkor... Meg a tortát is. Az a torta. Az a tortája. Az ajándékomat is. És hát akkor... Csókolom!